Sziasztok! Ma a körömlakkokról fogok beszélni, azért, mert nekem egy csomó van. Base és top coat-tal együtt összesen 44 üvegcsém van, és abból a legtöbbet meg is fogjátok nézni a kis videókban, amiket készítettem róluk. Egy dolgot szeretnék mondani, hogy a kis videókban nem száradtak le a körömlakkok, szóval a legtöbb jobban csillog, mint száraz. Egyiken se volt se topcoat, se semmi, csak így frissen meg akartam nektek mutatni, hogy milyen a körmön a szín. Még mielőtt a márkákról beszélnék, megmutatom nektek, hogy én hogyan készítem fel a körmeimet a lakkozásra. Van egy ilyen pici-kicsi neszeszerem, amiben érdekes dolgok találhatóak, ezek természetesen a pedikűrre, egy ilyen kis manikűr tégla, utána pici kis levonók a körömre, manikűrre szánt kis ecsetek, körömlak oldószer, ez nem aceton, hanem ezzel csak felfrissíted a formulát, amikor besűrűsödött, szóval ez egy speciális termék erre, körömágy puhítószer, körömágy olaj, körömágy eltüntető kis valami. Nem tudom az elnevezéseket, de gondolom, hogy ti tudjátok, hogy mi ez. Ezzel levágod az extra bőrt. És fapálcikák. Kétféle körömlak oldószert használok, egy acetonos és egy acetonmentes. Ezek mondjuk a Lidl-ben vannak, ebben van aceton, ebben nincsen. És azért jó, hogy kétféle van, mert amikor nagyon sok glittert használok, akkor bizony szükség van az acetonra, de ha sima a körömlakról van szó, akkor az acetonmentes ugyanolyan hatékony, és nem teszi tönkre, nem szikkasztja ki a körmeidet, mert úgy vettem észre, hogy az aceton eléggé szikkasztó. Több típusú base coat-om is van, a klasszikus, ez az Oriflame-től, és a másik is az Oriflame-től van, de ez nagyon érdekes, ez egy ilyen peel-off base coat. Van a Gero Vital Beauty-től egy matt top coat-om, azt annyira szeretem, sőt, még a glitteres csillámos lakkok is szépen néznek ki vele, nagyon hatékony ez a dolog. Van egy ilyen gel effekt top coat-om az Yves Rocher-től, nagyon szeretem, azt hiszem ez a kedvenc top coat-om. És több glitter top coat-om is van, hogyha látjátok-e. Kicsi glitterek vannak benne, ez holografikus glitter az Oriflame-től, de a DM-ből csak szimpla glitter topcoatot vettem. Szóval ezek lennének az ilyen általános termékeim, és akkor vágjunk is bele a körömlakokba. Meg szeretném mondani a top 4 kedvenc színemet, amit szoktam venni, és az első a zöld, amiből 9 darabom van. Nagyon szeretem a zöld körömlakot, azt hordom leggyakrabban. Második helyen a piros és a kék van. A piros az ilyen klasszikus, igazán szeret, a kék az meg olyan edgy, olyan modern. Azokból 6-6 darab van, és a harmadik helyen a szürke, meg a bézs található, ezekből 5 darab van, és nagyon szeretem a szürkét, az olyan modern, az olyan furcsa. Egy furcsaság, hogy szürke körmöd legyen, mert egy picikét úgy néz ki, mintha beteg lennél, de nekem akkor is nagyon tetszik a szürke rúzs is, és a szürke körömlak is. És akkor szóval kezdjük is az elsővel, amelyik a Farmac klasszikus körömlak szelekciója, az Ultra Resistant. Nagyon szeretem bennük, hogy lapos az ecset, és széles. Szóval nagyon hamar és könnyen fel lehet vinni a körömlakot. És ahogy a neve is mondja, az Ultra Resistant, tényleg elég sokat és jól tart. Ami nem tetszett annyira benne, az az, hogy a színskálájuk túl klasszikus számomra, mármint nagyon sok benne a bordó, a piros és a rózsaszín. És az áruk is szuper, olyan 8-9, maximum 10 leért meg lehet őket venni. Én ajánlom őket, szeretem őket, csak néha egy kicsit túl unalmasak számomra, de az ecsetük igazán fantasztikus. Utána a Farmac Gero Vital Beauty-t említeném meg. Nekem volt több körömlakkom is ebből a sorozatból, de mindegyiket elajándékoztam, mert nem tetszettek.
nem váltak be számomra, mert legalább három rétegre volt szükség, és rettenetesen nehezen száradt. De a szájton voltak jó review-k is, szóval lehet, hogy bizonyos embereknek bevált, de nekem sajnos nem. Ami tetszett, hogy a szín választékuk modern, igazán színes van benne, kék is van benne, zöld is, de ennyi pozitívumot tudok mondani róla csak. Utána jönnek a Melchior körömlakkok. A Melchiornak az ecsete az a sima, klasszikus körömlak ecset. Nem a kedvencem, de nem is a legrosszabb. Színválasztékuk az eléggé vagány, érdekes glittereket találhattok, és neon színeket is például. Elég jól is tart. Persze ez nem drugstore körömlak, ez olyan mid-range körömlak, szóval azért a pénzért és azért a minőségért el is várod, hogy egy kicsit többet tartson. Én eléggé jól meg vagyok velük elégedve, semmi wow, ilyen fantasztikus valami, de klasszikus körömlakok. Jön a Miss Sporty, amit a DM-ből lehet megvásárolni. Nekem tetszik, hogy ennyire olcsó áron ilyen aranyos színeket lehet találni a DM-ben, mert mint nézzétek, milyen cukik. Ugye, hogy cukik, nem? Az árhoz képest elég jól tart, és az ecsetük az olyan lapos, nem a leglaposabb, de eléggé lapos, ami megint nagyon tetszik. Szóval a Miss Sportit tudom ajánlani szívből. És utána az Oriflame körömlakkok. Az Oriflame-nek nem éppen klasszikus az ecsete, így le van gömbölyítve minden oldalról, szóval olyan, mint egy fél gömb a vége. Nekem nem ez a kedvenc típusom, de nem is a legnehezebb. Azt tetszik az Oriflame körömlakkokban, hogy most már érdekesebb színekkel is kezdtek kijönni, nem csak a klasszikus színekkel, hanem most már láttam zöldet is, láttam kéket is, sötét lilát, és örültem ennek. Ami egy kicsi mínusz, az az, hogy bizonyos formulák hamarabb besűrűsödnek. Néha elég csak egy réteg is, mert annyira tele vannak pigmenttel, ami szuper jó. És a színek csillogóak, néha annyira csillognak, hogy nem is kell topkót hozzájuk. Elég jó. Egyetlen egy körömlakkom van a Catrice-től, csak az volt a probléma ezzel, hogy nem is száradt le mat, de nem is száradt le csillogónak, szóval én nem is értettem, hogy most ez matt akar lenni, ez csillogó, mert egyik se sikerült neki. Szóval én azt mondanám, hogy a Catrice örömlakokkal mindenképpen használjatok topcoatot. Ami szuper benne, hogy drugstore áron majdnem 11 millilitert kapsz, és elég egy réteg is belőle, szóval tele van pigmenttel. A Kendra boltokban található egy Weibo nevű lengyel márka, amitől nekem két körömlakkom van, de tudjátok meg, hogy többfajta neonszín is van. Én amondó vagyok, hogy a neonok alá jó, hogyha tesztek egy fehér alapréteget, mert sokkal jobban fogjátok látni a neont. Amint látjátok, a kis videómban nem volt fehér alap. Sokat kaptok. 8,5 millilitert egy igazán jó áron. Az ecsetük az a klasszikus, vékonyka kis ecset, és kihívó modern színeik vannak, ami nekem tetszik. Nekem igazán bevált a Weibo. Az Yves Rocher-t nagyon szeretem. Azért, mert a formulájuk egyáltalán nem sűrű, és nem is sűrűsödik be. Viszont elég nagy az áruk, amikor nem árleszállításon veszed meg őket, és csak 5 millilitert kapsz. Van minden a sárgától kezdve, fehérig, feketéig, zöldig, nagyon szépek. Csak az a probléma velük, hogy ha felviszed a topcoatot rá, néha elcsúnyítja az alatta levő színt, mert ilyen sötétebb foltok jelennek meg rajta, ami nem tudom, hogy miért történik, eléggé zavaró.
zavaró, úgyhogy én általában nem teszek az Yves Rocher körömlakokra topkótot. A Kiko Milano körömlakjai, cukik, jönnek ilyen klasszikus formában, és ilyen extra csillogó formában. Ami mínusz, az az, hogy a kicsi körömlakok, a klasszikus körömlakoknak a felvitele eléggé kényelmetlen, mert rövid az ecset, mert kicsi az egész üveg, és téglatest formájú a kupak, viszont a színválasztékuk az nagyon cuki, nagyon modern és edgy, persze vannak klasszikus színek is bőven, és a Kiko Milánónak szüksége van topkótra bizonyos színeknél, mert nem csillognak, nem igazán olyan zselések, olyan glazúrosak. A Shi az egy DM márka, és ez a körömlakom, ami van, ez matt. Elég olcsó, sőt, majdnem a legolcsóbb körömlak, amim van. És ahhoz képest nem a legborzalmasabb, persze annyira sokat nem tart. Az ecsete az nagyon hasonlít az Oriflame ecsetéhez, olyan elgömbölyödő a végén. És ami még mínusz lenne, az az, hogy hamar besűrűsödik. Utána van egy nagyon aranyos kis körömlak, ez a DM saját márkája, a 183 nap nevű limitált kiadás. Szóval a DM-nek van egy 183 nap nevű márkája, és mindegyik 183. nap kijönnek új termékekkel. Szóval szerintem ezt már nem lehet megkapni, mert limitált kiadás volt tavaly. De a színek gyönyörűek voltak, igazán ünnepiesek, de a mínusza az, hogyha nagyon tetszett valami, akkor lehet, hogy már nem találjátok meg, és lehet, hogy nem is lehet újra venni. És a másik dolog az az, hogy ha bár cukinak néz ki, felvinni a körömlakot még kényelmetlenebb, mint a Kiko Milano. Azt hiszem, ez a legkényelmetlenebb körömlakom a kupak miatt. Jönnek az Essence körömlakok. Na tudjátok meg, hogy ezek nem tetszenek nekem. Még akkor is, hogyha sok szép, érdekes színük van, és vannak glittereik is, meg csillámosak is, szerintem nem éri meg még akkor is, hogyha jó az ár. A minősége nem éppen a legjobb, hamar besűrűsödik, nehezebb így felkenni, olyan, mint a palacsinta, tészta, a kupak beszárad, és nem tart sokat. Viszont legalább széles az ecsete, szóval legalább kéne mondjak valami pozitívat is. Ennyi jót tudok mondani róla. És most jöjjön a Kupio, ami igazából egy temesvári román márka. Ez mid-range, nem drugstore. Ez a kék például matt, amikor megszárad, és ez pedig egy gyönyörű duokrom például. A Kupiót én nagyon szeretem, azért mert, hogyha Romániából veszed meg őket, akkor fantasztikus áron 15 millilitert kapsz, ami wow, tökéletes. És nem is sűrűsödik be annyira, hasonlít a formulája az Yves Rocher formulához, ami eléggé folyékony. Viszont a mínusz az úgy vettem észre, hogy árhoz képest nem tart éppen annyira sokat, mint ahogy szerettem volna, mivel ez nem drugstore, hanem mid-range. Szerettem volna, ha tökéletesen kitart egy heted, de nem mindig történt ez meg. Viszont a színválasztékukban, mivel egy kicsit többet fizetsz jobb termékért, ezért drágább pigmenteket is megengedhettek maguknak, ezért találhatsz duochrome színeket, multichrome színeket, holografikus színeket. Nagyon ajánlom a Kupiót, mivel román márka és minőségi termék. Az utolsó márka, amit megemlítek, az a Trend It Up. Ez a DM-nek egy másik márkája, és ez a szín a kedvencem tőlük, és ez pedig például matt. Ahhoz képest, hogy drugstore és jó áron van, ahhoz képest gyönyörű a színválasztékuk. Ahogy láttátok, van csillámos is, van matt is, van glitteres, van szimpla, klasszikus, glazúros. Én meg vagyok elégedve velük. Klasszikus ecsetük van, ami nem probléma egyáltalán. Én nem vettem észre, hogy besűrűsödne, pedig egy csomó trendy top körömlakom van, és biztos, hogy még fogok venni, mert
mert ez a DM-től a kedvenc körömlakom. És akkor lássuk a top 3 körömlakmárkámat. Az első a Cupio. Először is mid-range, szóval jó minőségű, a színválasztékuk fantasztikus és román márka. A második helyen a Trend It Up van, mert szerintem a DM saját márkától ez a legjobb körömlakmárka, és harmadik helyen az Yves Rocher van, mert nem sűrösödnek be, mert gyönyörű színeik vannak, amik nem feltétlenül unalmasak. És akkor lássuk az utolsó előtti és az utolsó márkát. Ezeket nem szeretem. Hát az utolsó előtti az a Farmec Gerovital Beauty körömlak család. Ahogy már mondtam, nagyon-nagyon nehezen száradtak meg a körmeimen, és hamar tönkrementek azért, mert nem tudtak egyszerűen leszáradni rendesen, habár a színek gyönyörűek voltak, és sajnálom, hogy nem működött elég jól. És az utolsó, amit annyira nem szeretek, és nem is fogok újra vásárolni, az az Essence. Nem szeretem az ecsetet. Mármint az ecsettel nincs baj, de a körömlak formula és az ecset formája együtt nem segítik egymást. Hamar besűrűsödnek, néha a kupak tönkre megy, néha beszárad. Egyszerűen nincs se energiám, se kedvem, se időm rá. Szóval az Essence-et nem feltétlenül ajánlom nektek, még akkor is, hogyha látnátok egy szép színt. De ez a mai videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, és ne felejtsétek el, vigyázzatok magatokra, mert megérdemlitek. Sziasztok!